Zajlik az erdélyi magyar középiskolás sportolimpia Kolozsváron. 50 versenyszámban több mint 800 diák méri össze erejét. Szeptember 17-e és 21-e között zajlik a 8. erdélyi magyar középiskolás sportolimpia Kolozsváron, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Juliu Háciegánu sportparkban. A rendezvény célja egy légtérbe gyűjteni a sportolni vágyó erdélyi középiskolásokat. Idén 11 megyéből és 31 tanintézményből érkezett több mint 800 diák. A sportágak felhozatala idén is színes, egyre több versenyszámban mérettethetik meg magukat a fiatal olimpikonok. 11 sportág van az idén az olimpián, valamint 50 versenyszám és 5 dobószám. Ezt ugye az első sportolimpián 5 sportággal kezdtük, és 28 versenyszámmal, úgyhogy úgy gondolom, hogy évről évre teszünk lépéseket afelé, hogy egyre több sportágot, egyre több versenyszámban tudjanak jönni a diákok és élvezik a sportot, az együttlétet. Égető Imelda a Baróti Szabó Dávid Technológiai Liceumból érkezett a Kincsesvárosba. Elmondta, visszatérő versenyző a sportolimpián, ahova minden alkalommal lelkesen és motiváltan jön. Barótról érkeztem, és lábteniszezek, egyénibe is párosba, illetve futtam most 80 méter sprintet. Én azért jöttem el idén, mert már tavaly is kipróbáltam, és nagyon jó élménynek találtam, és meghatározó dolog volt az életemben, úgyhogy én nagyon örülök, hogy idén is lehetőséget kaptam, hogy eljöjjek és kipróbáljam magam. A sepsiszentgyörgyi Tittes Csanád kosárlabda meccsen mérkőzött meg társaival. Nagyon jól sikerült, hát több mint 20 pontos különbséggel nyertünk, és hát szeretném megtartani ezt a formát a továbbiakban is. A diákok atlétikában, kosárlabdában, labdarúgásban, kézilabdában és további 7 sportágban versenyezhetnek.